Országjárásunk során elérkeztünk Kiskunhalasra, az ország egyik legjobban működő megmutató csillagvizsgálójába. 1983 őszén adta át ezt az intézményt dr. Kulin György, az elmúlt negyed évszázad alatt Balogh István tevékenykedett itt a csillagvizsgálóban, és valóban országos hírjúvé tette ezt a kisvárost csillagászati szempontból. Ezt a negyed századot jöttünk el átbeszélni, és megismerkedni a csillagvizsgálóval. Nagy örömmel jöttünk el hozzá, kedves Pista, ide Halasra. Nagyon köszönöm. Nagyon kellemes találkozók, nagyon kellemes látogatások vannak az én emlékezetemben. Itt a felvezetőben volt arról szó, hogy Kulin György volt az, aki felavatta a csillagvizsgálót. Egyébként abban az időszakban minden ilyen csillagvizsgálót Gyurka bácsi avatott fel. Valamiért az én képzeletemmel úgy élsz te, hogy Gyurka bácsinak te voltál az egyik nagy kedvence. Jól gondolom én ezt? Igen, én a Gyurka bácsival a 60-as években ismerkedtem meg. Talán akkor kerültem, azelőtt néhány éve kerültem Pestre tanulónak, iskolába oda jártam, és akkor hallottam a uránium bemutató csillagvizsgálóról. És engem roppant érdekelt, megmondom, 57 óta, hogy a csillagászat, hogy az első műholdnak a kilövetése, ami szintén október 4-én volt, 57-ben, mint ami a csillagvizsgálónak az átadása is ugyanezen a napon volt, és nagyon érdekelt. És aztán, hát ugye, ahol én tanultam, ott nem volt olyan sok ember, aki valamicskét is értett volna a csillagászathoz, vagy érdekelte volna. Nem azért is ő volt a szó, ezt később kellett megtanulni az embernek, hanem azt, hogy érdekelje. De akkor az akkori fiatalok is mással voltak, inkább a sporttal, a korombeliek elfoglalva, magam is birkóztam, és futballoztam is, tehát sok minden sportot tűztem, de én az mellett nagyon szerettem a természetet. Ez ott kezdődött, hogy már az állatkertben is voltak ismerőseim, ahol bejárattam a pálmaházba, meg többfelé. Tehát végül is itt kezdődött nekem az egész természettudományi ismeretemnek a kezdete. Vagy még talán, ha előbb visszamegyek, ugye, mint egy falusi gyerek, aki falun nőtt föl egy falusi kisvárosba. Nekünk a gyerekkorunk nem olyan volt, mint ugye egy pesti vagy egy nagyvárosi fiúi. Mi közel voltunk a természethez, és benne voltunk. Emlékszem azokra az éjszakákra, amikor ugye Kiskunhalasán születtem, hogy a városba, akkor még község volt, hogy kiültek az utcára a kispadra az emberek, és akkor még a világítás az utcába nem úgy volt, mint most, tehát nagyon kevés volt a közvilágítás, és milyen rossz takarókra, rossz, akkor még pokrocoknak nevezték, azokat kiterítettük a fűre, és ott mutatott anyám nekem üstököst, ott mutatta meg az égbolton azokat az égitesteket, amit akkor ő ismert. Nagyon keveset ismert, sajnálom, de megmutatta. És akkor ez bennem volt nekem, és ahogy én Pestre kerültem utána, ugye ez mindig nekem hiányzott. Ugye a pesti ég az akkor is már 50-es években is azért nem annyira jó volt. Meg nem volt hol nézni, ugye az emeletes házak, stb. Nekem egy falusi gyereknek ez nem volt jó. És végül is oda keveredtem az uránia csillagvizsgálóba. Ennek egy története van, nagyon rövid története van, hogy apámmal a keleti előtt mentünk, és hát
volt egy kis távcsővel, a Holdat mutatták be. Hát körülbelül most, amihez tudnám hasonlítani, van nekünk ilyen pici kis távcsöveink, 63 Telementor. Van, ugye, és telementoraink. Körülbelül olyan távcsővel néztük a Holdat. És hát a probléma az volt, hogy ugye most se volt, vagyok óriás, de akkor még ugye mini voltam, tehát nagyon alacsony voltam, és odaálltam, hogy 2 forintot kellett fizetni. Sorban, nem volt kis pénz azért, akkor nem, hát egy jó nagy fagyinak az ára volt az. És odaálltam a sorba, és a hátam mögött egy hatalmas ember volt az, és akkor, mikor sorra kerültem, belenéztem, hát teli volt végül is, azért most már tudjuk, hogy ott előhordott távcsőben nem sok minden látni valóban rajta. És akkor így megfogott arra, tehát kisfiam eleget láttak már, és oda bújt ő oldalá, és ő nézt, én meg visszamentem apámhoz. Na kisfiam, szép volt? És akkor hát nagyon idegesen mondtam, hogy különbet építek én még magamnak, ennél is nem fog senki engemet elfogadni. És ez valóban is vált az évtizedek után. És persze. Ez volt a kezdete annak, hogy apámat addig piszkáltam, még apám azt nem mondta, hogy na jó, ő tudja, hogy hol van a csillagvizsgáló, oda elvisz. Nem jött be az idős, hanem megmutatta, hogy ide kell bemenni, és most már ide találsz, és akkor legelső bementem. Akkor még azt hiszem a nagy bácsi volt ott a gondnok, és őtől lekérdeztem, hogy hol lehet itt csillagokat nézni, és azt mondta, hogy majd este jöjjek el, és akkor este mentem el. Az érdekesség az volt, hogy az első találkozásom Kulin Györgyel akkor volt, és a Gyurka bácsit aztán nagyon sokat nem láttam, hogy följött volna. Most azért mondtam, hogy Gyurka bácsi, mert megkérte, hogy úgy szólítsa. És hogy följött volna a teraszra. Hát följött velem, és akkor mutatott égitesteket, magyarázta. Én nagyon sokat kérdeztem tőle. Nagyon kevés ismereteim voltak a csillagászatról, nagyon sokat kérdeztem tőle. És akkor végül leült a sarokba, tudom, egy korlát mellé leült a sarokba, ott ültem, meg álltam mellette, és akkor beszélgettünk, de nagyon sokat. És akkor lementünk, és akkor veregett a vállam, azt mondtam, gyere majd el máskor is. Nem volt időpont a máskor szó, akkor nem azt jelentettem, mint most. Én máskor elmentem, még másnap. Majdnem és akkor többször utána megtanított üveget csiszolni. Tehát akkor kezdődött egy olyan valami, amikor az az ember látta bennem, hogy érdekel ez a téma, és akkor ő kezdett el velem foglalkozni. Ez hosszú idő volt, míg tudtunk már a csillagászatról beszélni, mert addig csak ő beszélt, és én nem. Vagy egy 10 év eltelt. Még már olyan helyzetbe kerültem, hogy olyanokat tudtam kérdezni, hogy a idős is azt mondta, hogy jó van, bár erre egy pillanatra visszatérünk, és akkor így beszélgettünk, de ehhez hosszú idő kellett. Na most jó pár évezet eltelt, amire megépítetted azt a nagy távcsövet, jóval nagyobb távcsövet, mint amit a keletéről láttál. És nem csak távcső épült, hanem egy kész csillagvizsgáló is, szép kupolával és nagyon szép célkitűzésekkel. Hogy sikerült ezt megvalósítani annak idején, a 80-as évek elején? A 80-as évek elején ez még könnyebb volt bárminél, amit most, bármilyen helyzet van most, tehát sokkal könnyebb volt. A Gyurka bácsi egyik találkozásunkkor emlékszem arra, hogy Rajnai Miklóssal, az itt Halason a Molertén dolgozó, ilyen tudományos dolgokkal, inkább ilyen művészeti dolgokkal foglalkozó személy volt. Később nem került a Magyarok Világszövetségéhez? De igen, ő volt az elnöke, vagy az igazgatója. Igen.
és akkor ő vele mentünk el, és ezt a fogadtatást soha nem felejtette a Rajnai Miklós, hogy letörölte az ő szobájával a üvegeket, csiszolta és megpakolázta, letörölte a üvegporostól, kicsit a poharakat is így megtörölte a saját kezével, természetesen, és akkor letette, mondta, hogy ezt a Dinga Lacitól kaptam, ez igazi Szatmári Szilva. Dinga Laci, ő tatai egy. Igen, és mostan úgy visszaemlékszem rá, és most már elárulom, hogy én soha az életemben a Szatmári Szilvát nem szerettem, de nem akartam megbántani az időst, mert én nagyon szerettem azt az embert. Megittam, alig bírtunk a keletéig kimenni, én olyan rosszul voltam, a taxival mentünk, mert időben már nem értünk, akkor még a taxi olcsó volt, és a keletéig, hogy én annyira beteg voltam attól a Szatmári Szilvától, és mindig, mikor mentünk, mindig az Isten kértem arra, hogy csak nehogy megkínálja a Szatmári Szilvával. És hányszor? És nagyon sokszor voltam. Nagyon kemény ember vagy, hogy ezt megérted. És na, itt kezdődött az, és azt mondja egyszer, hogy mindig úgy szólított, hogy Pistám. Mondja, Pistám, Dél-Alföld az fehér volt. Most már fejlődtél annyit, meg tudsz annyit, hogy képes leszel egy távcsövet megcsinálni, meg képes leszel egy klubot alakítani, vagy egy szakkört, vagy egy baráti kört alakítani. És akkor hát én elmentem, de megígérte, hogy segít, ha megakadok, és hát hozzákezdtem egy 30 centis műszerhez mindjárt. Vele együtt csiszoltuk meg a tükröt, első ő kezdte, de utána én fejeztem be, mert mindig mondtam, most te csinálj, mert én csinálom, te nem tanulod, mert mondom, ez természetes, de nem is engedtem, hogy csinálja. És akkor én azt kicsiszoltam, azt a tükröt. Ez a tükör volt több mint 10 évig itt a csillagvizsgálóban. Nem mondom, hogy... Főműszer. Igen. Nem mondom, hogy az, hogy egy első osztályú tükör volt, de azt, amire kellett akkor, bolygókra, holdra, nagyon jó volt. Jó fényerejű volt, és tudtunk fényképeket csinálni, nagyon nagy dolog. Említetted, hogy könnyebb volt annak idején létrehozni egy ilyen csillagvizsgálót. Nyilván megvoltak a megfelelő társadalmi szervek, amelyek ezt a kezdeményezést támogatták, és az érdekel, hogy mégis milyen volt az érdeklődés ez iránt? Milyen forgalmat bonyolítottál le ezzel a csúnya szóval élve itt a csillagvizsgálóban? Milyen látogató számod volt? Hát én azért ebben a városban jó sportoló is voltam, meg a másik, hogy ismertek azért az emberek. Ugye külön mozgalmi ember voltam, mondjam úgy. És amikor megépült, akkor, tehát első úgy kérkedve nézték az emberek, hogy most mi is ez. És eljöttek, és végül is itt egy olyan baráti társaság alakult ki, akik akkor is jöttek, mikor esett az eső, akkor ültünk lent, néha sakkoztunk, néha elborozgattunk, sörözgettünk, elbeszélgettünk. Tehát akkor szerették az emberek egymást, ugye mondhatnám, hogy most azért nem érünk rá egymásra beszélgetni, akkor ráértünk beszélgetni egymással. Most is beszélgetünk egymással. Igen, de ez nem ugyanaz, amikor... Ott, na, a másik az, hogy egy cégnél dolgoztam, és bejelentettem, hogy szeretnék egy ilyen csövet, ahol gépek voltak, lehengeríteni, engedélyt kértem. És akkor ugye nagyon jó munkaerő voltam, ugye, és akkor azt mondták, hogy ezt nem is kell megkérdezni, csináljam meg. Akkor kupolát kellett csinálni, csináld meg. Akkor neki láttam megcsinálni, gépek a rendelkezésemre álltak, és megcsináltam. Csak azt nem tudom, hogy a kupola készítést hol tanultam a mai napig, de sikerült megcsinálni, amit látszik az volt. A félgömböt nem olyan könnyű azért. Nem annyira könnyű, de azért sikerült megcsinálni,
és valahogy sikerült összerakni akkor rögtön egy 30 centis és egy 20 centis tükrös távcsövet. Lencsős távcsöve akkor egy 102/2000-es volt. Egy momlencse. Igen, amit a Kulin Gyurka bácsitól egy ajándékból kaptam. Elmentem hozzá, és akkor beszélgettünk egyszer, egy ilyen kis papírba becsomagolva, mindig olyan finom papírba, olyan anyaga volt annak, mint a mai papír zsebkendőnek, be volt csomagolva, és oda tette, nagyon vigyázzál. De láttam, hogy jó nagy átmérőt, nem ismertem kibontani. Nekem nem mondta azt, hogy kiskomám? Most itt eszembe. Nekem mindig, hogy Pistám. Mindig na, azt mondta, hogy Pistám. Néha... Te egy magasabb rangú ember voltál, mint a kiskomám. Igen, mindig azt mondta, hogy Pistám. És na, a másik az, hogy soha, akárhova mentünk el, nem leültünk ebédelni az asztalhoz, addig ő nem nyúlt az ételhez, meg én azt mondtam, hogy Gyurka bácsi, most együnk. Ennek egy története van, ezt még gyorsan belesütöm az anyagba, hogy ne feledkezzünk meg egy olyan emberről is, aki még a planetáriumban igazgató is volt, a Sark Gyuláról. Jó barátságban voltam a Sark Gyulával, Gyurka bácsi is szerette. Igen, januárban hunyt el a Gyula. Igen, tudom. Igen. És azért jutott eszembe, hogy ne feledkezzünk meg róla. És azt hiszem, gyúrom, nem. Majd eszembe jut a városnak a neve, hogy hol voltunk. És én mentem be rendelni étet, és a Gyurka bácsi ugye az vegetáriános volt, ő nem nagyon evett húst. És akkor kértem, hogy csináljanak neki rántott gombát, vagy rántott sajtot, amit megevett. És akkor ott a pince látta, hogy fogja a nagy sertés zsírt, ilyen kockával becsomagolva, felét levágja, teszi, mondom, nem, olajba kérem. És akkor azt a választ mondta, hogy nem mindegy az, hogy mibe sütik meg, mondom, nem mindegy, mert aki nem szereti a zsíros ételeket, vagy vegetáriánus, vagy nem eszi meg a disznózsírt. És azt mondja, nem mindegy, úgysem veszi észre, de mondom, én észrevettem. És ezt a Sark Gyula hallotta. Uh-huh. És ezt megmondta visszamondta Gyurka bácsinak, és utána a Gyurka bácsi bárhova mentünk, és furcsa is volt, hogy az a kis falusi gyerekkel mindig a Gyurka bácsi ül le az asztalra ebédelni. És még én azt mondtam, hogy Gyurka bácsi, most ebédelünk, akkor nyugodtan leült és ebédelt, semmi rizikó, hogy nem etettek meg, nem kérdezte azt, hogy miből készítették az ételt, hanem nyugodtan megette halasra. Mikor eljött, nagyon sokat eljött halasra, akkor mindig készítettem idős asszonyokkal rántott karfiolt, meg olyan ételeket, és az idős nagyon szeretett itt tenni. Jött, Pistám, most nagyon éhes vagyok. És akkor raktuk oda az asztalra, és olyan jó ízűket evetnek, körülött, hogy hol van. Tudom, hogy messzelték egyszer a kultúrházat, és még akkor nem pakoltak ki, de akkor már kezdték előadás előtt. Bementünk egy kis helységbe, Gyurka bácsi, ott a jó íz, ilyen nevet, jó volt nézni, és ott mindig, ugye, amit mi főztünk, az jó volt neki, és bárhova mentünk az országba, akkor mindig, Balogh Pista, itt vagy? Itt vagyok. Még a másik sztori, hogy Veszprémben volt a Gyurka bácsinak előadása, lehet, hogy te is ott voltál, és együtt elindultunk, ő neki a kávét megvettem, elkészítettem minden, hogy megígyja, megitte, de én lemaradtam egy kicsit. Azt mondja, én elmegyek föl, majd az irataimat rendezem, és akkor leült az asztalon, a katedrán leült. És nem 76-ban volt a CPK találkozón? De azt hiszem, igen. És nem kezdtem meg addig az előadást, megkérdezte, a Balogh Pista itt van-e már. Mondták, hogy nincs,
még nyílt az ajtó, és valaki, azt hiszem, a Gellért András mondta, hogy most jön be. És akkor a Gyurka bácsi fölállt, akkor elkezdte az előadást, és akkor egy olyan nagy sikerű előadása volt, hogy mindenki állva tapsolt, megvárták még a kis öreg. Elhagyja a termet, persze velem együtt, mert ő nézett rám, és tudta, hogy együtt nekünk mennünk ki. Ezek nagyon jó történetek. Örülök, hogy sikerült felidézni ezeket az emlékeket. Ez mindig engem is nagyon, én nagyon szerettem a Gyurka bácsit. Ki nem? Most őszintén, aki őt megismerte és ebben a körben mozgott. Igen. Egy nagyon szeretetreméltó ember volt, és rendkívül sokat tett a mozgalom. Én nagyon sokat tanultam. Nem csak a szakmát, hanem azt az emberséget, amit ő adott a másik embernek, azt az őt meg kellett, meg szóval nem kellett, de én azt megtanultam jól. Szeretném megtudni, nem tágítok, hogy milyen látogatottság volt a Kiskunyhalasi csillagvizsgálóban, fénykorában, 80-as években. Hát évente. Én évente tudnám úgy most hirtelen úgy összeszámolni. Évente körülbelül 2000-2500 ember volt. A mai látogatottság, tehát a mai években, hát inkább nem a városi emberek látogatják már, inkább vidékiek. Hadd mondjak el még egy történetet. Nem olyan régen, körülbelül 2 vagy 3 éve ide telefonálnak. Már mentünk haza, itt szombati nap volt, mentünk, mink szombatig mindig ifjúlik voltunk nyitva, és mentünk volna már haza a fiammal, és akkor telefonálnak, hogy nyitva van-e még a csillagvizsgáló. Nyitva van, de hát mondom, most készülünk, már éjfél van, most készülődünk elmenni, de ha jönnek, akkor természetesen várunk, azt mondja, de nagy gond van. Mondom, hát milyen gond lehet? Derült az ég, mondom, nagyon gyönyörű ég van. Azt mondja, ők Budapesten vannak, és a Uránia csillagvizsgáló bezárt, és már nem fogadják őket. Megvárnánk-e, fogadnánk-e őket, igen. Mondom, hát induljanak el, megmondta, hogy melyik úton jöjjönek, mondom, 2:40 alatt ér ide a busz. De mondom, ha nem áll meg, és a 80-90-et jön a busszal, akkor 2 óra simán leér. Mondom, itt várjuk őket, tehát önöket. És azt mondta, hogy jönnek, jó van akkor. Mondtam a fiamnak, a gondolat hazamész, de nem ment haza, itt volt velem, elkészítettünk mindent, ami látnivaló, távcsöveket beállítottuk, ahova kell, kérdeztem telefonon, hogy gyerek van-e, van azoknak, kitaraktuk a telementerokat, minden, amit kellett, teraszra, és váltunk, egyszer csak megérkezett a busz, följöttek a tetőre, már följött a nap, mikor elmentek reggel. Tehát volt ilyen történet, hogy busszal eljöttek, és utána ezt kipróbálta a Magyar Rádió is, úgyhogy éjfélkor ide telefonáltak, hogy jöhetne-e egy riporternek, most szégyellem magam, mert most nem jut eszembe a neve, hogy jöhetne-e. És mondom, természetesen, de azt mondja, nem itt vannak. Mondom, nem baj, megvárjuk. És akkor nem tudom, melyik városból jöttek át ide, és akkor még a Holdat nagyon szépen lehetett látni, és akkor hát megmutattuk, sokat elbeszélgettünk, akkor erről csináltak egy rádióriportot, később ez egy tévéműsor is lett, hogy a Halasi csillagvizsgálóba bármikor jöhet valaki, ha ide telefonál. Jöttünk be a csillagvizsgáló felé, és van kint egy tábla az utca fronton,
Jól emlékszem, hogy az van kiírva rá, hogy minden nap, illetve minden este nyitva vagytok? Igen. Minden áldott este? Igen. Ez elég szép teljesítmény. Mindig nyitva vagyunk, sőt most az van, hogy hát ha ide telefonálnak, ugye rajta vagyunk a neten is, ha ide telefonálnak bármikor, tehát volt olyan, hogy szilveszteri buriről jöttem ide, mert mondták, hogy ők van egy társaság, és szeretnének csillagos eget nézni, mint csillagos égből, és akkor hát fogtam magam, és eljöttem ide, de nem bántam meg, mert nagyon jól éreztem velük magamat, és olyan emberek voltak, akiknek érdemes volt beszélni. Itt a... Én azt gondolom, hogy ha valamiért érdemes csinálni, akkor az ilyen élményekért érdemes csinálni. Ugye mégiscsak közös hajóban nevezünk. Igen. Át tudom érezni ezeket a nagyszerű pillanatokat, és hát tényleg megéri. Igen, hát ez az, ami megéri az ember. Egyébként ugye pénzügyileg nem. Ezt tudjuk. Nem. Nekem a mai napig a Halasi csillagvizsgálóban nincs belépő. Ingyenes. Ingyenes, mert ezeket a műszereket én építettem meg. Nehogy másik ember szedje a pénzt össze, aki nem dolgozott meg érte. Én megdolgoztam érte, de nekem minden ember, aki kíváncsi az én voltra, az nekem jó barátom, és annak ingyenes. Én ezt megcsináltam, és nekik csináltam. Tehát ingyenes, itt a mai napig ingyenes. És még én élek, ez biztos így is lesz. Gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás volt az egyik, amiért például a sok kitüntetés és elismerés között megkaptad a Kiskunhalas Progurbe díját. Hiszen igen. Balog István és Kiskunhalas elválasztottál egymástól. Vannak itt a falon még más díjak is kint, például a Mantnak is egy elismerését látom most itt mögötted. Itt volt az első űrtábor. Űrtábor. A második is 10 év múlva, az is itt volt, kettő volt már itt. Csillagászati találkozók is voltak szép számmal halasan. Hát 10 napos bentlakásos, hát azokat inkább képzésnek mondanám, és 2-szer volt itt CBK-kel találkozó. Hát hogy a CBK most úgy megszűnt, azt hiszem 94-ben volt utoljára a CBK-kel találkozó. Tehát nem is CBK-kel találkozó hát, volt akkor. 96-ban. Együtt szerveztük a dolgot, azért pontosítalak. Egyébként az én nagyon emlékezetes távcsános élményem Kiskunhalashoz kötődik. Először életemben a Jupiteren egyszerre két holdarnyokat éppen itt láttam nálad. Igen. Fent a csillagvizsgálóban az új meniszkásszal. Ez a 84-es nagy CBK találkozó volt. Igen. 1984, ugye nem csak az Orwelli évforduló és a híres regény miatt érdekes évforduló ez. Ugye akkor itt egy nagyon nagy létszámú csillagászati találkozót. Akkor 250-en volt. Tartottunk, szerveztél. Igen. Hát ezt akkor tartottuk, mert együtt szervezték. Igen, hát így próbálom magam kicsit kívülállóként is itt ebben a szituációban megjeleníteni, nem sok sikerrel, akkor te kaptál egy nagyon szép elismerést. Igen, az Elinvári. Az Elinvári emlékén. Igen, azt kaptam. A csillagászati ismeretterjesztésért. Igen, ez volt a nagy érték, hogy a Gyurka bácsi adta át, és ez nagyon emlékező. Azt hiszem, hogy az összes kitüntetéseim között ez a, ami a szívemhez nőtt. Több kitüntetést kaptam, nem hiszem, hogy ezt mind el kellene mondanom, de néhányat említett. Akkor még volt az előtt szocialista kultúráért, akkor ugye Prógóba díjat kaptam, még 92-ben, de több tudományos munkásságáért, meg többet kaptam, de hát erre nem nagyon. De nem azért csinálja az ember. Persze, nem azért. Minden esetre nagyon örvendetes, hogy elismerik a tevékenységedet ilyen színformában is. És hát nagyon jó azt hallani, hogy természetesen az Elinvári emlékére, amit Kulin Györgytől vehettél át, ezek
legfontosabb számodra. Meglepett volna, hogyha más mondtál volna egyébként. Itt a háttérben lehet látni egy jó, nagyon szép csillagtérképet, azt hiszem ez egy csehszlovák gyártású, vagy talán most már csak simán cseh. Farkas Bertalan, Magyari Béla emlékképek, a 2006-os, azt hiszem a 2006-os közös napfogyatkozás expedíciótokról. Ellenben 1999-ben házhoz jött a napfogyatkozás idehalassa. Nagyon ügyeltelek ezért. Hogyan sikerült a napfogyatkozás itt nálatok? Hát egy félváros az itt volt, meg hát nagyon sokan voltak vidékről, külföldről sokan voltak. Tehát készültünk is, hát itt Magsa Zolitól kezdve. A humorista Magsa Zoli. Igen, hát mindenki itt volt, akinek kellett. Meg hát szerencsém is volt, mert a MOL-nál, másodállásban a MOL természettudományi klubját én vezettem, és a MOL-nak az igazgatója akkor úgy fogadta a vendégeket, mivel ő magáénak is tartotta a csillagvizsgálót, hiszen maga is ugye a szürke hétköznapjaiban, mint igazgatónak lehet, akkor mindig a csillagvizsgálóban volt, itt fönt is beszélgettünk, ő is futballista volt különben, és akkor mindig együtt beszélgettünk sokat, és akkor nagyon-nagyon égboltot, ugye később Galasz is sokat szeretett, a fényképezzem neki, nem tudom, hogy rengeteg tára lehet neki, mert rengeteg anyagot csináltam neki. Végül is neki nagyon sokat köszönhetek a csillagvizsgálóval kapcsolatban, mert azért elég szép, nagy 6 méteres kupolát építetett nekem a MOL, ugye, de előtt a Reményi Istvánról is meg kell emlékeznem, az akkori igazgatóról. Akkor, mikor még a helydét csináltam, tehát ez nem hely, de műzőjelben, akkor volt 100 éve, 100 éve volt a helynének a születése, azt hiszem, amikor megcsinálták legelőször, és a 100 éves évfordulóra akkora csináltam. Úgyhogy hát egy kicsit modernebb volt az enyém. Majd megnézzük. Igen, egy kicsit modernebb volt, és hát arra az évfordulóra csináltam, és ennek ezt a Reményi István igazgatónak, aki a MOL igazgatója, annak köszöntem, és a másik igazgató pedig a Bozsbai János volt, aki szinte itt érezte jól magát, szinte itt lakott szabad idejében. Eljött a klubba, a MOL-hoz valami rendezvény volt, akkor mindjárt azt mondta, Pistán, megyünk, ugye, tudtam, jöttünk a csillagvizsgálóba, és akkor jöttünk a csillagvizsgálóba. Éppen itt ment át a totalitás központja, igaz? Igen. Hallasson, hogy nem, igen. Nem nagyon messze tőle. Itt 22 perc, 23 másodperc. A maximális időtartam. Igen. Azóta is azért voltak emlékezetes csillagászti események. Gondolom, hogy a vírusátvonulást ti is megfigyeltétek. A fotón nekem. Vagy a nagy marsok pozíciót egy évvel korábban. Azt is meg. Akkor voltunk is nálatok itt. Igen. Nagyon kellemes estén is. Azt kell mondanom, hogy fantasztikusan jó a képalkotás ennek a 200x3000-es refraktornak. Igen. Mi fent van a nagy kupolában. Most éppen a csillagászat évére készülünk. Igen. Te mivel készülsz? Milyen műszer fejlesztéssel esetleg? Mondjam azt, hogy mára a 30 centis reflektornak teljesen új gyári optikája van. Tökéletes. Kár, hogy most nem tudom bemutatni, hogy mennyire pontszerűek benne a légitestek. Nagyon jó be van állítva is. Van a 20 centis lencsés távcső, ennek egy teljes új keresztet, tengelykeresztet akarok csinálni, ami számítógép vezérléssel fog menni, de ezt szeretném megalkotni. És most az egyszer, úgy most egy kicsit szeretném mondani, hogy az a, ugye a régi amatőr dolog, ami benne van, hogy mindent magam csinálok. Én eddig az életemben ebbe a csillagvizsgálóba mindent én magam csináltam.
most az egyszer elállok, szeretnék venni egy 35 centis szemesztront. Még egyelőre csak annyi pénzem van, hogy annyi, most 200 ezer forintom van, egyelőre még annyi pénzem van, hogy még nem tudom megvenni, de van egy segítőtársam, talán a Rajnai Miklóstól még tudok annyi pénzt kapni, hogy nem sokat kell a saját zsebemből hozzátenni, és akkor tudok venni egy 35 centis tubust, az nekem egyelőre elég. Ha a tubus megvan, akkor a lába is megvan, már utána az meg lesz. Ez nálam bejött, mert legelső volt a 20 centis távcső, meg azt hiszem emlékeztek rá, hogy kupola nélkül volt, még nylon takarókat takartuk le, és később épült a kupola. És most is ebben gondolkodok, hogy egy 30 centes. Ne haragudj, de van egyáltalán hely egy újabb távcsőhöz? Ugye terasz szinte tele van. Mindenféle műszerű területekkel van még? Sok jó. Akkor menj nyugodtan. Sok jó elfér kis helyen. Sok jó távcső kis helyen is elfér. Elfér kis helyen. Nagy helyen. Kis helyen. Hát én mindig irigykedve értem hozzád Halasra, a műszerezettségedet ismerve. Szeretném ezt az irigykedést most folytatni, és kérlek, hogy kalózol minket fel a kupolákba, a távcsövekhez. Jó, jó. Menjünk fel. Egy igazi bemutató csillagvizsgáló egy pompás, nagy, impozáns refraktor nélkül nem sokat ér. Hát ez egy nagyon szép távcső, aminek a tövébe letelepettünk. Ha jól emlékszem, az egyik legszebb marsképet ezzel a távcsővel láttam 2003. augusztusában, amikor vendégül láttatok bennünket. Akkor volt a mars közelség, és akkor én is meglepődve láttam, nem vártam tőle, hogy a marsi hósapkákat ennyire tökéletesen lehet látni rajta, és a marson az elszíneződéseket, amit lehetett látni. Én nagyon örültem neki. Ennek a távcsőnek van egy története, csak egy fél percbe szeretném elmondani, hogyan készült ez a távcső. Tudnék, első megvolt a távcső, kupola nem volt, de én mindig úgy voltam, hogyha valami első megvan, ahhoz már könnyebben tudunk mást szerezni, mert akkor bizonyítani tudjuk, hogy van, és ehhez már könnyebben adnak kupolát. Egy ilyen kupolának a megépítése, amit most itt látunk körbe, ez mostani árak mellett azt mondom, hogy a 2,5-3 milliót fölveszi. Legalább szerintem sokkal többe kerül, de visszaadom a szót. Jó, én nem akarom nagyon, de ez a távcső, ami itt mellettünk van, ennek az ára 12,5 millió forint volt. Mikor volt ez az ár? 92-ben készült ez a távcső. Na most ezt, ha egy picit megnézzük, biztos lesz rá mód majd, hogy közelebbről bemutatjuk ezt a távcsövet, ezt meg lehet emelni. Tehát ez a magasság most az én magasságom, ugye én apró termetű ember vagyok, és igen, de én gondoltam rátok is, úgyhogy itt egy métert még föl lehet emelni ezt a távcsövet ezzel a motorral. Itt ez egy méterre még fölmegy, tehát ez egy teleszkópos fölmegy. Ha jól látom, a távcső oszlopa az, ami a teleszkópos rend. Igen. Na most, hát ezt mikor megterveztem, akkor a Kelemen János és a, fordítva mondom elnézést, a dr. Almár professzor és a dr. Kelemen János jöttek el megnézni, hogy én mit csinálok. És akkor a MOL nagy csarnokába elvittem őket, és műszaki rajzot kért, ugye a János, ez egy nagyon precíz ember, meg kell mondani, van műszaki rajza, mondom. Hát itt van, ne, másod nekem nincs. És akkor hogy csinálják az esztergályosok? Mondom, nagyon egyszerűen. Úgy hívják azt a csoportvezetőt, hogy Brunel Sándor, az valamikor a 50-es években a Kulin Györgynél dolgozott,
mint esztergályos, ő az összes gárdát ismerte, meg lakatosként dolgozott az urán a csillagvizsgálóba. Végül ez egy szanki ember, egy falusi ember, és akkor hát itt kötött ki, és van neki esztergapadja, de végül is a Molnár dolgozott, ő volt a csoportvezetője, annak a csarnok, ahol marógépek, esztergapadok, és különböző ilyen marabó berendezések voltak. És hát oda folyamodtam, mert a története az, hogy én alumínium csőből szerettem volna megcsinálni ennek a csövét, mivel 3 méter fókusza van neki, és akkor Békés Csabán csináltattam egy alumínium csövet. Nem is sokét csinálták, nagyon örültem, akkor 32 000 forintba lett volna. Elmentem, megnéztem a csövet, így feküdt a földön, így a lábammal lazán megfordítottam, és mondom, hogy köszönöm szépen, én ezt nem viszem el, én egy távcsőtopust kértem, nem kéményt. Mondom, kéménynek, ha egy kicsit görbe, az megteszünk, mert a füst, ha egy picit görbén kell menni neki, az még elmegy. De egy távcsőtóbusban, mondom, ez nem megy el, nem viszem el, tessék kijavítani. Nem javítottak ki, bíróságra raktak, a megyei bíróság megállapította, hogy mégiscsak nekem van igazam. Hallgatva a káváriáidat, végül is hogyan készült el ez a jelentős méretű távcsőtóbus? És akkor a MOL-hoz mentem ki, az igazgatóhoz segítséget kérni, Reményi Istvánnak hívták az igazgatót, hogy mit csinálják, Menj le a csarnokba, a műszaki csarnokba, menj le, és akkor mondd meg, hogy mit akarsz, és csináltad meg. Így szó soha nem volt arról, hogy mekkora ez a távcső, vagy milyen. Lementem a csarnokba, a csoportvezetőt kerestem, Brunnerrel rögtön összeismerkedtünk, ugyanazelőtt én az Urániában még ismertem, és akkor mondom, neki kellene egy cső. Hát, Molnár nagyon sok cső van, kisebb, nagyobb olajvezetékek, meg minden, és akkor kivezetettek a csőkertbe, és akkor én néztem egyet, amely 250 mm a belső átmérője, a külső egy kicsit nagyobb volt, 9 mm vastag volt a fala. Ez 3 métert, 9 mm farvastagsága, azt hiszem, ide az erőművész kellene, amelyik meg tudná emelni, ez annyira nehéz volt. Végül targoncával, meg daruval bevitték a csövet, levágták méretre, és egy 460 mm távolságú padra, tehát ami 460 mm vagy 4600 mm-es, bocsánat, anyagot be tud fogni, abba betették. És akkor több műszakban egyszerre nem lehet nagy fogással levenni, mert akkor belre meg a közepe neki nem lesz egyforma, és akkor hát ezt több hétig esztergálták, több műszakban. Több hétig? Igen, mert ugye a 9 mm-t le kellett venni 3 mm-re. Egy fogás, az fél műszak még végigmegy. Ezt nem lehet nagyon pörgetni, ugye ezt az esztergályosok nagyon tudják. Ha nagyon pörgeti, akkor a közepe az egy kicsit berezonál, és akkor már nem tud pontosan esztergálni, ezt lassan kell esztergálni. És akkor ezt leesztergálták, annyira, hogy most körülbelül 120 kiló, most körülbelül 3 milliméter körülbelül, de középen, ahol föl van illesztve 3,5 milliméter, de ezt nem tudtam megmérni, lehet az 4 milliméter falvastagság is, ugye? Én azt nem bírtam megmérni. Na mindegy, ezt ketten megbírtuk fogni, úgy, hogy ketten, akkor még jobb erőben voltam, azért szemünk kint volt 1-2 centire, de azért bírtuk vinni. Na most így ez meglett. Utána jött a talpazata, tehát mivel nem lehetett, ugye én akkor elgondoltam, hogy olyan magas kupolát, így is ez 5 méter magasnál több ez a kupola, majdnem 6 méter magas, és akkor még milyen magas lesz. Tehát akkor itt valamit kellett csinálni, és akkor volt az, hogy ezt az oszlopot teleszkóposra csináltuk meg, tehát ez még 1 métert fölfelé visz.
Na most így tudtuk ezt megcsinálni, és így sikerült ezt az állványt megcsinálni, amivel most sem vagyok megelégedve, hogy gyöngébb anyagból csinálták meg, mint amit én akartam, mert ugye ez most be van fékezve végül is, egy elektromos fék tartja ezt a teleszkópot, de én ezt kikapcsolom, ez elmegy magától, ez egy távirányítója van, egy pillanatra, hogy lehajoltam, húzom a távirányítót ide magamhoz. Igen, van egy távirányítója, amivel ki tudom innen kapcsolni. Akkor majd meglátjuk, hogyha ezt kikapcsoltam, ez szép lassan, hát most egy kicsit súlyban van, de ez így elindul, és akkor be nem kapcsolom, meg nem áll az Istennek se. Tehát ezek elektromos kuplongok. Szerintem nincs sehol az országban ilyen, hogy elektromos kuplongok vannak ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Ennek egy rövid történetet mesélnék. Ez azért is jó, hogy legközelebb, akik csinálnak távcsövet és tengelykeresztet, azok már tudják, hogyan kell. Ha ott oda tudnánk a kamerával mennünk, arra a végtelen csigára, ami a cső mellett van, elektromosan van megoldva, tekercs van benne, és ha én ezt megmozgatom, ez annyira van beállítva a mágnes olyan erősségre, ezt potméterekkel a táblán be lehet állítani, hogy könnyedén kézzel ezt meg tudom mozdítani. Beállítom magamnak a keresővel, annélkül, hogy én az óraművet ki vagy bekapcsolnám, bekapcsoltam az óraművet, és ez elforog, amerre én akarom, ez a távcső, elengedem, attól a perctől kezdve az óramű viszi a távcsövet. Tehát ezt érdemes így megcsinálni, én ezt az uránia csillagvizsgálóba jöttem rá, hogy ezeknek a távcsöveknek így kellene mozdulni, mert emlékszem rá akkor, mikor ott bemutattunk, és jött valaki oda, és akarta az okulárt a személyhez húzni, akkor mindig pattottak le a fogaskerekek. Én ezt akartam elkerülni, és gondolkodtam rajta, hogy hogy lehet megoldani, és minden tengelyen van egy-egy kuplunk, tehát ott van a hátul az óragépen a másik. Ha idejövünk a kamerával, mutatom, itt van egy fogaskerék, van egy fogaskerék, ott vannak a csúszógyőrök rajta, tehát az óragép maga ezt állandóan egy pillanatra, most bekapcsolom, hogy hangja meg legyen neki. Be van kapcsolva, és ezt a kereket forgatja, ezt a végtelen csigát. Ahhoz, hogy én szét ne törjem a csigát, úgy be kellett állítanom a mágnest, most megyek oda-vissza, úgy be kellett állítanom a mágnest, hogy én ezt kézzel, üljünk le, tehát kézzel akárhova el tudom mozdítani, tudok vele akárhol észlelni, hogy bele ne fújjuk az okulárba, ezt el tudom mozdítani, és akkor a fonák kereszten megnézem az égitestet, elengedem, és köszönöm szépen. Ez így már működik, és követi az égbolton az égitestet, annélkül, hogy bármit csináljak vele. Ezt nem magunknak csináltam, hanem az itteni látogatóknak, hogy ne legyen problémájuk, keresse meg, megkeresi, hú, de szép, mondom, engedje el. Ezt a karikát azért csináltam, hogy tudjon kapaszkodni, nem a részegeknek, hanem a józanoknak, belenézés, elengedés, íme közvetíti, illetve követi azt az égitestet, amit kellett. Tehát ezt a tengelykeresztet így kellett megcsinálni, és úgy gondolom, hogy bevált ez a tengelykereszt. Azt hiszem, tompán egy amatőr csillagásznak segítettem így megcsinálni a távcsövét ilyenre, de annak azt is kellett, amit majd a másik kupolában mutatok be, hogy a Newton reflektorokat is úgy kell megcsinálni, hogy a csövet el lehessen fordítani, ne kelljen fölmászni olyan magasra létrán, és a másik felén meg átesni.
Tehát ezt meg kellett úgy csinálni, de azt majd amott elmondom, tehát ezt így kellett megcsinálni. Ennek örülök is, így a mágnes annyi erőssége van beállítva olyan erősre, ugye, egy potméter segítségével, hogy egy pillanat a potméterig oda megyek, és itt már hallatszik ezek a potméterek. Tehát ezzel lehet beállítani a mágneseket, ezzel lehet a mágneseket beállítani arra az erősségre, hogy ne legyen nehéz egy negyedik, ötödikes gyerek meg se elforgatni, hanem tökéletesen tudja. De már azzal tanul is a gyerek, hogy megtanulta, hogy itt kell bekapcsolni, le vagy fölkapcsolni, és ezzel be lehet állítani. Viszont ezt azért nem nagyon engedjük a gyerekeknek, hanem mi beállítjuk úgy, hogy ez tökéletesen működjön, így, hogy ne legyen nehéz. Tehát ha érzékelni lehet a felvételen keresztül, egy ujjal akárhova könnyedén elmozdítom. Igen, lehet érzékelni. Félig meddig tátott szája figyeltelek. De még nem árultad el, hogy milyen optika van ebben a nagy távcsőben. Nem szívesen beszélek róla, de ezt meg is érti mindenki, aki tudja. Ez valamikor az uránia csillagvizsgálónak a helydének a optikája, illetve nem az a helydéjé, mert a helydének az optikáját gonosz emberek ellopták, amit most is azt mondom, nem tudtam mire használni, biztos vagyok benne. Ellopták, végül a rendőrség volt olyan kedves, meg is találta, és visszaadta az uránia csillagvizsgálónak, és hát én kértem, akkor még a Zombori Otto volt az igazgató, és kértem tőle, hogy adják el nekem, nagyon kellene halason, mert ebbe én most is úgy érzem, hogy igazam volt, és nem is csaptam be senkit, hogy ha egy országban van két ilyen optika, akkor ne egy helyen legyen a kettő, az egyik bent egy ládába, a másik meg a távcsőbe, hanem legyen úgy, hogy mind a kettő távcsőben legyen, azt mind a kettőt tudjanak készlelni mind a kettővel. És így hatott a dolog, és a Zombori Otto megsajnált, és hát eladta nekem, átadta nekem, és ebből csináltam egy távcsövet, ez egy Zeiss optika, légréses optika, ennek az optikai minőségi itt magáért beszél az, aki belenéz. Gondolom, hogy te néztél benne, és neked a véleményedre azt hiszem egy országod, ha te kimondod, hogy ez az optika mit tud, ez azt tudja. Köszönöm az elismerő szavakat. Ez valóban egy nagyon jó optika, és hát irigykedve néztem annak idén a Mars képét, amikor az opozíciókor itt jártunk, mert bizony sokkal jobb képe van, mint a Polaris hasonló 20 cm-es refraktorának. Fáradjunk át most a másik távcsövethez. Megérkeztünk ide a kisebb kupolába. Valóban kicsit szűkösebben vagyunk, és a távcső is jobban kitölti a rendelkezésre álló teret. Szép komoly úton. Milyen paraméteri vannak ennek a távcsőnek, ennek az optikának? Ez 300x1493 mm a fókusza neki. Ennek a története 1983. október 4-én adta át a Gyurka bácsi ezzel a kupolával. Ez volt az életem első kupolája, amit megcsináltam. Ez nem lett olyan túl nagy, mert ennek a kupolának a beltere 3 méter. De akkor még nem gondoltam én arra, hogy ez a 3 méter, ez nekem igaz, hogy elég, de ez másoknak nem. Hát nekem már nem annyira. És hát így történt, hogy akkor kevés volt az anyag is, mert megengedték, hogy megcsináljam, de sellejt anyag volt.
Na most ezeket a lemezek mind valami anyagnak a ledarabolt lemezei voltak, és ezekből épült ki. Azóta már ez megváltozott, mert ez baros lemez belülről, amivel ki lett bélelve, és most ennek is a lényeg, ennek a kupolának, hogy ez maga körbe tud forogni, ez a kupola csak egy pillanatra, ez forog, ez szép lassan forog körbe ez a kupola, gyönyörűen, és nyitni, csukni, ez is tud, tehát gyakorlatilag ezek is automatikusan meg vannak csinálva. Na most ennél a távcsőnél, ugye, amit még a Gyurka bácsinak a keze munkája, a Gyurka bácsinak a keze munkája is benne van, főleg a maga a tervezés, nagyon sokat tanultam a Gyurka bácsitól, hogy lehet egy távcsövet jó megcsinálni. Na most itt azért ezek a tengelykeresztek, erre még most is merem mondani, hogy egy középsúly ember nyugodtan ráülhet, anélkül, hogy én egy távirányítós gombbal megmozgatom a távcsövet, ami szép lassan mozog, lefelé minden irányba szép lassan mozog, ugye? Ezt azért nem nagyon fogja le valaki, mert azért ez magáé beszél, ebben benne van a mechanika, ha úgy tetszik a szívem lelke, tehát ez nem olyan könnyen pusztul el, vagy még mondjam azt, hogy én inkább átvettem az Ivántól a technikát, amelyik megcsinálja úgy, hogyha egy liter vodkát bekap és rádől a távcsőre, nem a távcső dől. Ez nem az Almár Iván, igaz? Ez az Iván. Ez egy liter vodkával. Igen. Na most ez példabeszédnek mondtam, de ez valójában megtörtént, mert hozzám jött egy orosz katona. Végül is orosz katona ruhát viselt, de ez az ember magyar ember, mert kárpát-ukrajnai volt, de itt teljesít egy szolgálatot és kiszökött ide. És akkor hát bizony a liter pálinka után már én nem tudtam, hogy ő neki a kapacitása mennyi, megvendégelem, és akkor töltök neki egy ilyen pici stamperlit, amit mi szoktunk inni, megtöltöm neki, jó, tehát a mosolyogva, meg olyan komolyan nézem, és kint haragszol rám. Mondom, dehogy haragszom. Azt mondja, de hát kicsi a pohár, akkor esetleg a tantusz nekem nagyon szépen, és akkor gyorsan egy vizes poharat, tehát sose felejtem ilyen füles vizes poharat, meglódítottam most már csak azért is, odaadtam neki, megkóstoltam, finom, megitt az egészet, és akkor beszélgettünk a távcsőről, az égboltról, ő neki a hazájáról, tehát hogy ő mégis magyar, hogy került oda, tehát minden, amit ilyenkor, ugye ennyi pálinka után már lehet beszélni, mondjuk én nem ittam, úgyhogy nekem erre nem nagyon kellett volna hallani se. És akkor a végén a másik pohárral is megitta, és neki dőlt a távcsőnek, és ez a távcső bírta. Meg se mozdult. Tehát azért mondtam, hogy ez egy liter vodka után is képes még megtartani bárkit, tehát ennek baja nincs, tehát ez nem tud elmozdulni. Na most a következő, amit még utána ugye a új technika beköszöntésével, mikor már nem fényképezőgépeket, filmes gépeket használtunk, hanem már átértünk a digitális technikára, akkor meg kellett változtatni a távcsövet, és a távcsőnek egy digitális vezető, tehát elektronikát kellett megépíteni, tehát ezzel tudom bekapcsolni. Hát elég halkan működik ez azért, ami ugye viszi a távcsövet, és ebből be kellett építeni egy számítógépet. Ezzel a számítógéppel, ugye egy CCD kamerával, amit nagyon jó rá lehet oda függeszteni a CCD kamerát, és ezzel már komoly, majd megmutatom a holképeit,
hogy milyen holdképeket vagy égi képeket lehet vele csinálni. Tehát mondjam azt, hogy a technikai váltással nekünk is át kellett változtatni ezt a távcsövet olyan szintre, hogy a mostani technikával ez tökéletesen használható legyen. Ez természetes, mondom. Ez a Newton tubus olyan nem szokványos Newton tubusnak tűnik nekem így első ránézésre. Ugye ezekkel a távcső típusokkal mindig gond az, hogy a okulár kihúzat össze-vissza mindenféle kellemetlen irányban áll, nem könnyű a betekintés sokszor. Igen. Ezt ti megoldottátok valamilyen formában? Igen, hát nekem is az volt, hogy ugye elég magas ez a távcső, és amikor be kellett állítani, akkor nagyon nagy létrákra föl kellett menni, néha átesett az ember rajta, és akkor gondoltam arra, hogy ezt két csapágy rendszerre meg lehet oldani. Nagyon egyszerűen, mert csak kicsavarom, egy picit lejjebb kell engednem az én, ahogy is mondjam, magasságomhoz, és akkor én ezt szépen tudom forgatni. Tehát minden irányba. Ilyen finoman, tehát ilyen irányba magamhoz tudom állítani. És nem tudod neki verni semminek se? Nem, mert úgy van megállítva, hogy nem tudom neki verni semminek. Tehát megvan, hogy meddig lehet, az ki van támasztva, hogy meddig jöhet az a kereső távcső, és akkor hát ezt itt visszaállítom, ahogy kell. Komplett az egész tubus. Szépen, és akkor ezt le lehet rögzíteni. Minden amatőrálma. Hát végül is egy Newtont azt így kell megcsinálni, hogy na most itt is, ha figyeljük, amiről az előbb is beszéltünk, hogy itt is elektromos kuplongok vannak. Tehát itt annyira le lehet rögzíteni, például itt, hogy most már ezt én nem tudom mozgatni, nem bírom elmozgatni. Uh-huh. De hogyha ezt megnyitom... Itt keményebb természetesen már minden, mint a másiknál. Tehát tulajdonképpen, ha az ember egy picit így megfordítani, ez egy mikroállító okulárhúzat. Na most itt az van, hogy itt a tükröt lehet mozgatni, tehát még egy valamit bemutatok, amivel lehet ezt csinálni, ezt leveszem egy kicsit. Leveszem, és ha erről jön a kamera, akkor meg tudom mutatni, hogy milyen újítást kellett még megcsinálni, ahhoz mivel ide CCD kamera van, nekem a tükröt vinni kell. Tehát több mint 10-szer, de egy centig tudom mozgatni a tükröt. Érthető, ez a síptükröt tudom benne. Igen, mert annyival bejelenteni tudni menni a vizuális észléshez képest. Na most hát ezzel ki tud jönni az ember, amennyire kell, de könnyebb a beállítás, ezt kellett még bele így megcsinálni. Na, nagyon klassz, gratulálok. Különben hát ez a most a főműszerünk, hát azért ne becsüljük le úgy centiset. Az legjobb bolygón, igen, átmérőben. Na most ezután még szeretném a Celestron, de még egy távcsövet bemutatunk, amelyik most készül, és akkor átmegyünk a másik felé. Bújjunk át a kis kapun. Igen, menjünk ki. Parancsoljátok ez a járást. Egy egészen különös kinézetű távcső mellett állunk itt kint a teraszon. Most oltad le fölülre a bódét, és egy ilyen két lencsés, kis refraktor, nagy refraktor. Hát, mi is ez a műszer?
ez régebben, még 1975-ben egy AFUK 75-ös kamera volt. Na most ez sokáig ezt a szerepet játszotta is, ugye műhold megfigyelésre használták ezt a távcsövet, de a 75 óta az idő azért fogott rajta egy picit, közben sokat telelt ez, hiába a Szibéria környékén csinálták, akkor is szegény optika, valahogy átnedvesedett, a tél elintézte, megrepett. Na most ezt az optikát, én szétszedtem, hogy mit tudok belőle csinálni. Végül is tudok belőle csinálni egy 700 mm-es reflektort. Tehát ez itt az AFU eredeti objektívje, amit itt látunk? Ez az AFU eredeti objektívje. Na most az AFU, ez teljesen működőképes a mai napig is még, működőképes, csak le van szedve az első rész, ahol ki kellett ezeket az optikákat, amelyik szétrepett, tehát a télvízi folyamán, és ebből én csináltam egy távcsövet. Na most egy pillanatra, mindig csak mozgok, megfordítom, tehát megvan. Látjuk a hátulját? A hátulját, az okulár kihúzatta, stb. Ez egy 15 centis lencsés távcső, most ez egy más. Na most ez ugyanúgy majd egy digitális kamerát kap, és ezzel mi nagyon szépen tudjuk fényképezni az égboltot. Ennek még a rejtélye az, hogy ez csak 3 percet tud követni, pontosan, ez régen is annyit tudott, 3 percet, de 3 perc alatt egy digitális kamerával gyönyörű felvételeket. Ez inkább én mély égre szántam ezt az optikát, mivel elég nagy fényerő van, 20 centi, illetve pontosan 21 centi, és 700 mm fókusza van, ezzel mély égre nagyon alkalmasnak tartom. Hát igen, ez, ha jól látom, és tudom is, hogy ez egy azimutális rendszerű mechanika, ilyen pontszép platformszerűséggel teszik lehetővé azt a 3 perces vezetést. Ez aztán kiment a divatból, most viszont visszajön a divatba azzal, hogy rövideket lehet, illetve kell csak exponálni digitálisan. Igen, hát erre gondoltam én is, és ez lett a vége. Ennek megvan minden alkatrésze, tehát eredetileg, mint múzeális értéket vissza lehet állítani, de itt végül is a cél nem az, hogy most kiállítsunk egy darabot, hogy ez valamikor volt, hanem ez működőképes legyen most is. Tehát ez most is működőképes, tehát ezzel szépen bolygókat vagy mélyeget lehet, inkább mély égre használjuk, lehet fotózni. Na most ez jó azoknak az embereknek, akik asztrofotót szeretnek csinálni, hogy itt minden csatlakoztathatja a gépét hozzá, de erre CCD kameránk is van, amivel tudunk működni. Hát érdekes megoldás, és kíváncsian várjuk a felvételeket. Köszönöm szépen a bemutatót! Na.